Megérkeztünk, és itt van egy kis hó. Uram, megérkeztünk, és itt van hó. Nem annyira rossz. Mikey jössz érte. Na, ide érkeztünk hotelbe. Na, én már olyan rosszul vagyok az úttól, hogy már mindjárt hányok. De hát, hűvös van itt, ha ez itt fent. Jó, hűvösebb van, mint akár. Igen. De jól néz ki. Ja. Olyan a szobánk, olyan erkélyes. De hol az erkélye? Azt lenni az erkélye, hogy ez ki lehet? Lehet, ja. Itt vagyunk, hotel, melyik vagyunk? Hotel Narád. Narád. De ott van Narád is, bal. Igen, de hát akkor itt kaptuk az utolványokat. Négy csillagos. Igen, meg ott van, már látod, bent vannak az ilyen izék. A spár része, vagy valami, nem tudom. Spár? Spár, nem spár. Ez egy spa, spa rész. Oh, majd nézni kis cukikút! Na, hotel Narád. Ez egy. Narád hotel. Fa eltakarja. Recepció. Hotel. Itt vagyunk. Woohoo! Oké. Okay. Hi, nekem Gabinak a sörje. Szerintem itt, nem? Igen. Igen. Nincs itt senki? Milyen nem tudunk bejönni? Borkostoló. Csak itt van. Na, bejöttünk a kis helyiségünkbe. Jaj. Oké, itt van egy szekrény, itt bent van egy fürdőszoba. Most kapcsoltam fel a villanyt is. Igen. Így. Kis zuhanykabin. Nem olyan kicsi az, elég nagy. Aztán törölközők. Gondolom itt egy átjáró a másik szobában, mert nem tudjuk kinyitni. Aztán ez meg a szoba. Nagy ágy, és szerintem ez kettő van összetéve, de jó nagy. Ilyen kis akármi. Aztán vigyázz egy kicsit. Már Gabi minibározik, de nincs benne semmi. Aztán van egy ilyen itt. Aztán van a erkély. Ide ki lehet menni. És mindent láttok, majd később megmutatom, amikor felveszem vissza a kabátomat. Na, amúgy anyáik mondták, hogy egy lyuk, ja, tényleg ott van egy lyuk a felsőben. Nem baj, hagyjuk. Na, mit csinálunk? Oh, most pihenünk egy 5 percet csendben. Pihenünk. Na, átöltözünk és menjünk le, wellnessezünk egyet. Már? Még két kicsit pihenünk, utána wellnessezünk egyet. Látszóban egy kicsit elgődik az ágya. Igen. Jó van, oké. Okay. Na, most pihenünk szerintem egyet, mert elfáradtunk ebből a napból. Ja. Hey, YouTube-os, karszállag. Gabi, tévézzük már. Otthon nem lehet tévézni. Na, én ezt veszem fel, hogy menjünk vacsorázni, egy ilyen leopár mintás felsőt, meg ez a térd. Térdigérő szoknya, vagy egy kicsit felette. Így néz ki. Alatta van a fürdőruhám, mert hogy hívják utána, meg megyünk wellnessezni. Csak az volt a gond, hogy előtte úgy voltunk vele, hogy lemegyünk, fürdünk együtt, és utána majd megyünk enni, de már 8 óra van. Fél 8. Fél 8, akkor inkább most megyünk le enni, és utána én nem akarok még egyszer átöltözni, szóval én csak ezen felett felvettem. Ja, így néz ki. És akkor ilyen ecipőm anyái. Tehát most átvettem. És akkor ilyen kis magas sarkú. Jó, mi? Ja, itt meg elvágtam magam reggel. Akkor szerintetek tűzzem fel így a hajam? Szerintem látja. Ja, amúgy tűzzem fel, vagy hagyjam lent? Gabi, tűzzem fel?
Hogy lent? Hát ja, nincsen gyerek, szóval lent hagyhatom nyugodtan. Ja, amúgy jól élvezzük nagyon, hogy nézzel, hogy most nincsenek a gyerekek velünk, amúgy sajnáljuk, mert hát hiányoznak, de azért kicsit nagyon jó, hogy ki tudunk így kapcsolódni, meg csak ketten vagyunk. Szóval készülünk és megyünk. Leves teszel? Érdei áfonya leves. És finom? Ja, finom, finom. Na, én meg ilyenek szedtem. Rizset, ilyen, nem tudom, az cauliflower, vagy cauliflower, vagy valami rántott. A másik meg valamilyen beef stroganoff, vagy nem tudom. Szerintem. Na, egy kis zöldség. Meg vizet rendeltem Gabi meg kólát. Na? Jó? Na, most keltünk fel nemrég, és... így csinálom egy kicsit. Most keltünk fel, és most lassan megyünk enni reggelit, igaz? Mm-hmm. Mert csak készülünk egy kicsit, mert reggeli után szerintem feljövünk még ide, vagy nem? Nem, még feljövünk. Még feljövünk. Csak megyünk. GPS koordináták is megyünk. Ja. Nézd, a hotel így adtak egy ilyen, hogy hívják. És nem adtak, hanem én elvettem. De mondták, hogy lehet venni. Ez a kedvezményes belépő, egy ilyen kristály, vagy ásvány, mátra ásványba. Meg 500 forint kedvezmény kapsz, ha veszel 5000 forinton feletti vásárlás. Sose lehet tudni, de nem hiszem, hogy vásárolunk valamit. Vagy hogy kell is a kupon, de tudod, az a lényeg, hogy van. Meglátjuk, még hogyha kisminkeltem magam, de a szám még mindig tiszta alapozom, mert még nem mostak fogat. Bocs. De megyünk enni, és utána szoktam fogat mosni. Én nem tudom, ti hogy vagytok velem, mert apáik, ők mindig fogat mosnak, mielőtt esznek. De én is most is fogat mosok. Most fogat mosol? És utána eszel, és utána úgy megyünk? Nem, utána is fogat mosok. Az olyan furcsa, az olyan lényegtelen nekem. Én mindig úgy csinálom, hogy eszek, és utána fogat mosok. Most nem? Most miért mosó fogad előtte? Azt megértem, hogy ha sokáig nem eszél, mi? Hát azért, mert egész éjszaka behozzál a szám. Hát és utána még lemész enni, már tiszta fog krémes ízű a szám, és az átveszi, ha narancslét, próbálja úgy meginni. Na? Oké, szóljatok amúgy a kommentekbe, hogy ti hogy szoktátok, hogy reggel... De ez olyan, hogy hívják, furcsa nekem, hogy vannak olyan emberek, aki reggeli előtt mosnak fogad, de van, aki olyan, mint én, hogy nem mosnak fogad, csak miután megettek a reggelit. Mert amúgy én, ahogy felkelek, én egyből szoktam enni amúgy is, szóval nem értem. Na, mindegy. Na, ahogy mondtam, itt kijövünk a teraszra, mert ez a mi szobánk itt. És kijövünk a teraszra, és lehet látni minden. Van ott egy kis park. Ott a kocsik.